Negyedik alkalommal rendezett hittanversenyt az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, melyen az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus iskolák diákjai vettek részt. Az egyházmegye 18 iskolájából érkező diákokat és pedagógusaikat Rozmán Éva igazgatónő és Buda Péter atya az iskola lelkésze köszöntötte. Mint azt Béres Gyula, a rendezvény szervezője elmondta, a versenyen túl egymás megismerését is fontosnak tartják. A verseny célja az, hogy ápoljuk a kapcsolatot a katolikus iskolák között és erősítsük. Tehát, hogy általános iskolásokat hívtunk meg, és nyilván egy középiskolába, ezzel szeretnénk azt, hogy minél jobb kapcsolat alakuljon ki az iskolák között. A versenyt azért is rendezzük meg, mert közeledik az advent, illetve a karácsony, és maga a téma Jézus Krisztusnak a gyermekség története. Nyilvánvalóan az eddigi versenyek alkalmával jobban kidomborítottuk a témában az egyház történelmi jelleget. A mai versennyel próbáltuk a biblikus jelleget erősíteni, viszont a történeti rész is benne van, tehát a kettőt próbáljuk összehozni, és jobban szeretnénk fókuszálni inkább a hittanos jellegre, nem pedig az egyház történeti jellegre. A diákoknak képkirakóval és feladatlapok megoldásával kellett bizonyítaniuk tudásukat. A versenyt a Tenkész Szent Imre Katolikus Általános Iskola csapata nyerte.